Kedves nézőink, a következőkben a Magyar-Polányi Passióról láthatnak egy összeállítást. Több alkalommal elmaradt a Magyar-Polányi Passiójáték a viszontagságos időjárás miatt. Ennek ellenére 6 alkalommal élvezhette a közönség a Kálvária dombon, Pataki András rendezésében a pünkösdi játékot az idén. A passiójáték évről évre visszatérő közönsége a korábbi évekhez képest most új feldolgozásban láthatta Jézus szenvedés történetét. '95-ben írtam a Magyar-Polányi Passió szövegét és részben rendeztem, és 98-99-2000-ben volt módom arra, hogy egy az evangéliumok keletkezési sorrendjét figyelembe vevő koncepció mentén dolgozzunk, ami aztán egy megváltozott tematika miatt a János evangélium már nem került bemutatásra, tehát lényegében 4-szer követtem el itt Passiót, már ez az 5. alkalom. Passió témában egyébként ez a 7. rendezésem, tehát úgy tűnik, hogy engem ez a téma valamilyen szempontból megtalál és vonz is, én magam is nagyon szeretem ezt a témát. A közönség fogadtatása nagyon baráti és meleg szeretettel átitatott volt. Másfél órás előadásunk van, intenzív élőzenés produkció, és én úgy tapasztaltam, azt érzem, hogy a falu lakossága, hiszen döntő többségében egyébként magyar polányiak alkotják a szereplőgárdát is, a kórus nagy része is polányi, a főszereplő Jézus kivéve ugye mindenki amatőr szereplő, hogy rendkívüli szeretettel, kitartással dolgoztak, hiszen ugye január óta ezt a nem könnyű 17. századi, 18. századi szövegeket megtanulni egyáltalán nem egyszerű, és hát itt vannak olyan korban emberek, akiknek a sorstársaik vagy kortársaik alkalmasint még a rendelésre biztos, hogy le tudják adni a kocsmában hiba nélkül. Itt viszont nagyon nehéz szövegeket tudtak abszolválni, ami engem egyébként meglepett, és azt mondhatom, hogy színház esztétikai szempontból is egy minőségi produktum van a háttérben. Nagyon jó tapasztalataink vannak, és ennek nagyon örülök. Tehát házasak voltak az előadások, folyamatos visszajelzések azt igazolják, hogy el vannak ragadtatva, meg vannak hatódva, tehát nagyon sokan azt mondták, hogy a könnyeikkel küszködtek egy-egy jelenet láttán. Tehát hál' Istennek nagyon jó a visszhang, és hogy Dörner György művész úr szavaival éljek, aki a pénteki előadást megtekintette, ő azt mondta, hogy ez nem is országos, hanem ez világszenzáció. Ennél nagyobb dicséret szerintem nekünk nem kell. Teljesen más kategória a mostani előadás. Egyöntetű a vélemény, hogy sokkal jobb. Nyilván azért is, mert élő zene, itt egy hatalmas kórus, egészen más, és sokkal jobban kidolgozottak a jelenetek, sokkal több a szöveg, a szöveges szerep. Kedves férjem Ádám, sétáljunk a kertben. A fákat vizsgáljuk ékes gyümölcsében. Miért tiltja az Isten, hogy almát ne együnk, Isten kegyelméből tán ki nem esünk? Te esztelen asszony, nem veszed-e észre, hogyha ebből esztek, juttok dicsőségre. Mindenben Istenhez hasonlóvá lesztek. Szörnyű nagy tudományt magatoknak vesztek. Megvallom, hogy szép fa, szép gyümölcsel teljes. Eledelként nékem lehetne tán helyes. Ó, goromba asszony, ne tél tovább sokat! Talán az halál rád, nem forgat kaszákat?
A Polányi Passió nagy média figyelmet kapott a játék körül kialakult konfliktus miatt. Az idei évben a 90-es évekhez hasonlóan ismét a település önkormányzata rendezte meg a pünkösdi hagyományokhoz kötődő játékot. Én ezzel a konfliktussal nem nagyon foglalkoztam, én a Sebe István által létrehívott időszakban is, sőt még előtte, hiszen ugye azt hiszem, hogy Tóth Péter volt az a polgármester, akinek az idején mi először dolgoztunk. Amikor engem a Sebe István felkért arra, hogy a négy evangéliumot csináljam meg, én akkor is itt voltam, és nem miattam nem történt meg a negyedik előadás, és amikor most megkerestek, én most is jöttem. Az adott konfliktussal én nem foglalkoztam, de konkrét kérdésre válaszolva, ennek a konfliktusnak ebben a munkában semmilyen szintű szerepe nem volt, és én az embereken sem éreztem, hogy erről szó lenne. Sőt, éppen azt láttam, hogy azok a színjátszók, akik részt vettek a korábbi passiójátékban, nincsenek rossz véleménnyel a korábbi időszakról. Egy korszak lezárult, ennek különböző okai vannak, ez nem az én dolgom, hogy ezen morfondírozzam. Az kétségtelen azonban, hogy nem érzékelek olyan fajta attitűdöt, ami a korábbi időszakot bármilyen szinten megtagadná. Sőt, itt egymásra épülnek ezek a passiójátékok, teljesen világos, hogy ez a mostani passió se fog az idők végezetéig műsoron lenni, és valószínű, hogy nem szórok magamra hamut, és nem szaggatom meg a ruháimat, amikor ez bekövetkezik. Hogyha az ördögöt leányál az égből, leányál az égből! Ha az ördögöt leányál az égből, leányál az égből! Hát az ember miért így nagy esetéből, így nagy esetéből? A Magyar Polányból és a környező településekről verbuvált amatőr szereplők minden figyelmüket a színészi játéknak szentelték. Az évek alatt, mintha eltanulták volna a színészektől, hogy a közönség tisztelete a legfontosabb mindenek előtt. Én nem is gondoltam volna, hogy ennyire ügyesek, ugyanis minden próbáról próbára ügyesebbek voltak, és hát gondolom azért már némi gyakorlatuk azért a passiójátékban van, mert ez már megy itt egy jó ideje, és nagyon is, nem volt Dörner György, az én igazgató, mert zenei vezetője vagyok az Új Színházban, és annyira megdicsérte, annyira leimádta a színészeket, az amatőr színjátszókat, tehát ő pedig ő nagyon komoly. Tehát az ő dicsérete az nagyon sokat jelent. Szóval, hogyha ő valamit megdicsér, akkor ott már valami van. Az énekkar gyakorlatilag annak a Gerinca Polányi Nemzetiségi Kórus és a Szent László Kórus, tehát helyel közel a felét az énekarnak ők teszik ki. Besegít ebben a munkában még a Borostyán Férfi Karból néhány tag, illetve a pedagógus női kar. A szereplők meg gyakorlatilag 70%-ban magyar polányiak. Olyanok is, akik a régi passióban is játszottak, és most itt játszanak ebben az újban is. Mivel hogy én is szerepeltem a régi darabban, én azt hiszem, hogy úgy tudnám legjobban megfogalmazni, hogy ez nagyon nem is lehet összehasonlítani kettőt, ez egy teljesen más aspektusból indul ki, és nyilván az egyes szerepek, amiket itt amatőr színészek idézőjelben játszanak, hát annyira ki vannak dolgozva, és ezt emelték ki nagyon sokan, hogy azt hitték, hogy ezek mind hivatásos színészek, holott nem, ott minden pék, mezőgazdasági vállalkozó, polgármester, hogy magamra is gondoljak. Tehát az egyszerű emberek körül kerülnek ki a szereplők. Kettővel, az elsőben kezdtem el én szerepelni, Tömöri Péter alatt, és most az András rendezés alatt szereplek újra. Teljesen másképp van felépítve ez a mű az előzőhöz képest, itt sokkal több szerep jut, illetve sokkal több szöveg jut a mellékszereplőkre, úgymond, és kevésbé van leterhelve ilyen szempontból a Jézusunk. Sokan vannak, nagyon sok az ismerős, többen vállaltak abból a csapatból is, úgymond a régi csapatból is, akik újra eljöttek. Hát az Annás, a Pilátus, nem Pilátus az most teljesen új, de vannak többen persze.
Hát nagyon, nagyon örült az közönség ennek a műnek. Nagyon sokan nem látták még az előzőt se, nyilván ez volt nekik egy új élmény, ők nagy örömmel fogadták. És akik a régit látták, azok is, mert ők is most egy újat láttak, egy megújított pasiót, és azt mondták, hogy méltón követi ez is az előzőnek a minőségét, színvonalát, úgyhogy örülünk ennek nagyon. Az idei passiójáték abban különbözött leginkább a korábbi évek játékától, hogy most először zenekar kísérte a kórust. Így az élő zene varázsát is élvezhette a közönség. Szarka Gyula Kossuth díjas művészt a Gimes zenekar gitárosaként ismeri a nagy közönség. Pap Gyula ismert hazai zenekarok billentyűseként, rockoperák zeneszerzőjeként vált ismerté. Hozzájuk köthető a passió zenei élménye. Nagyszerű zeneszerző barátom a Gimes együttes gitárosa, egyik vezető a Szarka Gyuszi, a Szarka testvérekből. Ő írt egy nagyon-nagyon nagyon jól emészhető, borzasztó zenei, kifogástalan minőségű muzsikát, ami nagyon szépen meg lett hangszerelve, és egy öröm játszani. Én nagyon-nagyon szeretem csinálni. Nagyon, és azt szeretem különösen, hogy a muzsikusok fiatal konzervatórista gyerekek Veszprémből, és komolyan mondom, hogy már a második próbán kész voltunk.
Már a második próbán kész voltunk, ez az ő tehetségüket dicséri, mert hát én előtte úgy jöttem ide, hogy nekem mindent fejből kellett tudni, mert hogyha valaki hangszer mellől vezényel, akkor épp elég dolog mindenre kell figyelni, ahhoz, hogy emiatt fejben kell legyen minden. Tehát én nem csináltam más előtte 3 hétig, csak minden nap átvettem. A konzervatórista fiatalokból álló zenekarhoz az előadások ideje alatt csatlakozott a település jegyzője is. Hát az önkormányzatnál azért tudják azt, hogy én a főállásom mellett rendszeresen zenélek hobbiból. Emiatt elég evidens volt, hogy ezt a feladatot én megkapom. A zene a maga egyszerűségében nagyszerű, nagyon fülbemászó, és egyébként zseniális élmény játszani. Pont arról beszéltünk egyébként a kollégákkal, barátokkal, hogy 2 hete gyakorlatilag ezzel kelünk, ezzel fekszünk, ez a dallam megy a fejünkben, annyira fülbe mászó, hogy gyakorlatilag elfelejteni sem tudjuk, úgyhogy szerintem kell majd egy pár hét, pár hónap, hogy ezt majd kimenjen a fejünkből. Én úgy látom, hogy mindenki nagyon szerette. Nagyon-nagyon feldobja egyébként ezt a művet. Kifejezetten erre a műre íródott egyébként a zene, és hát nélküle gyakorlatilag nem is lenne szerintem olyan meghatározó élmény. A zenével együtt viszont kifejezetten az. Egyébként én ezt az egész helyet csak úgy, mint a Pilist, szakrális helynek tartom. Tudjuk, a Dalai Láma odavetette dobogókőre magát a reptérről, ez is szakrális hely. Tehát itt olyan kisugárzása van, büszkék lehetnek. Büszkék lehetnek, és egy ilyen közösség, amelyik ezt megcsinálja, hogy egy passiójátékot előad. Tudom, hogy van még egy ezen kívül az országban, de ez egy annyira tiszteletre méltó, és annyira csodat, és olyan nyílt, olyan befogadó, olyan kedves emberek laknak itt, hogy az ember abba pillanatban otthon érzi magát, ahogy ide kerül. Majd a kereszt alatt állom.